A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták ebben a műsorban, igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat, érdekes történeteket bemutatni önöknek. Stúdiónk vendége Belegrai Tamás, a Szent István Király Múzeum tudományos főosztály vezetője. Sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is köszöntök mindenkit. Azt kevesen, vagy valószínűleg kevesebben tudják rólad, hogy régészként kezdted a pályafutásodat a múzeumnál. Hogyan lesz valakiből régész? Nyilván mindenkinek megvan gyerekkorában az a gondolat, hogy látta az Indiana Jones filmeket és a kincsvadászat, és úgy egyáltalán ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolog, és szerintem az emberek nagy része biztos, hogy eljátszotta, gondolta a gyerekkorában, hogy hát akkor ő is ilyesmivel kellene, hogy foglalkozzon, de hát nálad ez a valósággá is vált. Hát kicsit csalódást kell okoznom. Engem nem az Indiana Jones filmek inspiráltak, én mindig is elveszett erekjék fosztogatói rajongó voltam. Bocs. De persze nem ez adta a fő löketet. Nagyon szerettem a történelmet, és nagyon jó tanáraim voltak, mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban, történelem terén, és szerintem ez volt az, ami erre a pályára vitt. Szerettem volna jobban mélységében foglalkozni a múlttal, és ez így vicces is, hogy mélységében régész lettem, és valószínűleg ez az, ami erre a pályára tolt. És akkor hogy nem történész lettél, miért régész lettél, hogyha már a történelmet szóba hoztad? Úgy gondoltam, hogy a régészet, és jól gondoltam, tehát hogy az egy jóval aktívabb dolog. Én egyszerre szerettem a humán és a reál tárgyakat, és szerettem volna olyannal foglalkozni, ami a kettőnek valamilyen az ötvözete, és a régészet az pont ilyen. Ugye az sem mindegy, hogy a régészeten belül kit melyik kor vagy korszak érdekel, de ugye a középkorra specializálódtál, hogyha fogalmazhatok így. Igen, igen, középkoros régész vagyok. Főként a várak, erősségek. Tehát a történelemben mindig, ami lenyűgözött, az a hadtörténelem volt, és ehhez kapcsolódni, és főleg a középkor, és ehhez kapcsolódni szerettem volna specializálódni. Így a szakdolgozatom témája is tulajdonképpen Fejér megye egyetlen ma is álló kőváros kapcsolódik, a Csókakői várhoz, mind az alap, mind a mesterképzéses szakdolgozatom. A Csókakői vár aztán az életedben másik szerepet is játszott, betöltött, hiszen 100%-kal vagy sok szállal kötődsz a Csókakői várhoz. Igen, tehát nagyon sok minden. Ugye nem messze tőle Móron élek, és így igazából megvan a földrajzi kapocs, illetve nagyon sok olyan dolog volt, tehát szerencsésnek mondhatom magamat, ugyanis a 2014-ben újrainduló feltárásokon aktív részese lehettem, sőt 2017-ben már mint a múzeum színeiben, mint terepi vezető régész, nem én voltam az ásatás vezető régész, hanem a terepi koordinációért feleltem én vihettem azt a szekciót a feltárásból, és tulajdonképpen így én fejeztem be ennek a feltárási ívnek az utolsó státuszát. Mi a különbség az ásatásvezető régész és a terepi régész között, mert hogy nem biztos, hogy a nézők ezt tudják. Alapvetően az, hogy maga a feltárás nem az én nevem alatt futott, hanem Kovács Gyöngyi és Hadházi Gábor neve alatt futott, viszont ők egyéb más szakmai elfoglaltságuk miatt nem tudtak folyamatosan a terepen lenni, ezért én velük folyamatos egyeztetésben koordináltam a terepi munkát, intéztem az alapvető adminisztratív dolgokat, és koordináltam az ásatási segédmunkásokat, régésztechnikusokat, és így tulajdonképpen a terepi oldalról vittem a projektet. Biztos volt olyan izgalmas pillanat, ami megmarad benned ebből a munkából, megosztanál velünk egy-két ilyen élményt? Fú, hát nagyon sok volt. Tehát, ha nem szakmai pillanat, akkor inkább egy vicceset mondanék először. Volt egy olyan, hogy látjuk a várból, hogy közeledik egy rendőrautó. Erre három munkásunk elfutott. És így szerencsére nem hozzájuk jöttek, ez egy egyszerű látogatás volt, de három munkás nagyon megijedt a rendőrautó láttam.
ez egy kevésbé szakmai. A szakmai szempontból pedig az, amikor az Alsóvár területén a 17-es etapban megtaláltuk azt a ciszternát, azt a vízgyűjtőt, amit a források említenek, hogy a törökök hoznak létre a várba. Ez azért nagyon emblematikus és jó szakmai élmény volt, mert nagyon nagy mélységben került elő. Így úgy voltunk vele, hogy menjünk tovább, és belebotlottunk ebbe a ciszternába, aminek rendesen megvolt a kávája, a vízszűrő rendszere, szóval ez egy nagyon érdekes és jó találás volt. És egyébként kerültek elő onnan még más egyéb dolgok is? Ebből a ciszternából, vagy nem? Ez egy pont, egy olyan pontja a várnak. Vannak olyan pontok, amik nem lettek teljes egészében feltárva. Pont azért, mert hogyha a tudomány halad, és a tudomány pedig halad a technológiával együtt, hogy legyenek olyan pontok a várban, amit később jobb módszerekkel, jobb technológiával megfelelőkben lehet kutatni. És pont a ciszterna is egy ilyen pont volt. Kibontottuk az első két sor tégláig, meg lett így a mérete, a kiterjedése, viszont a mélysége nem, és teljesen a mélységéig le sem mentünk, így ott még tartogathat mindenféle érdekességet az a felület. Csókakörről most ugye beszéltünk már, volt-e még ilyen fontos pont az életedben, mondjuk ásatás szempontjából, vagy terület szempontjából, amire mindig szívesen gondolsz vissza? Csókakő volt az, ami igazán legjobban kiugrott. Az is lehet a probléma, vagy nem probléma, idézőres probléma, hogy alapvetően nagyon gyorsan egy tárvezető lettem, és inkább háttérfeladatokat, menedzsment feladatokat láttam el, és ebben így kevesebb volt a terepi rész, viszont így bejött a képbe a másik nagy szerelmem, a 3D, és annak minden formája. Amikor egyeztetünk a mai időpontról, akkor kértem, hogy hozzál magaddal olyan dolgot, vagy dolgokat, ami számodra fontos és jelent valamit. Most láthatunk itt a totál képekben, már a nézők is láthatták, hogy van két eszköz az asztalon, de hogyha ezt megmutatnál és egy kicsit bemutatnád, hogy mik is ezek az eszközök, és miért voltak fontosak a számodra? Persze, akkor kezdjük ezzel. Mindenki, aki először látja, azt mondja, hogy ez egy nagyon szép vasaló. Igen. úgyhogy egyébként, ami tényleg formára, teljesen olyan, mint egy vasaló, azonban ez egy kék LED szkenner, ez egy 3D szkenner, egy kézi 3D szkenner. A múzeumban ennek a szkennernek köszönhetően nagyon sok tárgyat tudunk digitalizálni 3D-be, ami mind a kutatás, mind a bemutathatóság, tehát értelmes alatt a múzeumpedagógiát, kiállításokat lehetővé teszi egyfajta új és modernebb felhasználását ezeknek a dolgoknak. Többek között ez az a szkenner, ami nagyon nagy szerepet játszik a Királyok és Szentek az Árpádok kora című kiállítás utóéletének digitalizációs projektjébe. Ugyanis abban a projektben azt vállaltuk, hogy 1000 egyedi tárgyat fogunk digitalizálni 3, illetve 2 dimenzióban az ország teljes területén, és tulajdonképpen ezzel a szkennerrel járjuk az országot és digitalizáljuk a vármegyei, illetve a járási múzeumoknak a műtárgyait, amik a korszakba beleillenek. És ez majd elérhető is lesz egy megújuló honlapon, hogyha jól tudom. Igen, igen. Ennek az lesz a végkimenetele, hogy egy adatbázisba bekerül, és mindezek a 3, illetve 2 dimenziós tárgy reprodukciók láthatóak lesznek mindenki számára elérhetően. Mennyi ideig lehet beszkennelni egy ilyen tárgyat, és mondjuk van-e ilyen méretbeli korlát? Ennél van méretbeli korlát, tehát így azt szoktam mondani, hogyha a dimenziókat úgy nézzük, hogy centibe, akkor 30x30x30 centi, de hogy leegyszerűsítjük, úgy egy emberi fejméret az, ami ennek a korlátja. Ennél nagyobbat is lehetne vele szkennelni, viszont a számítógép a feldolgozásnál nem bírná. Maga a szkennelés folyamata igazából tényleg nagyon gyors. A helyszíni kiszállások esetén csak körbe digitalizáljuk a tárgyat, létrejön egy pontfelhő, a feldolgozás pedig már itt Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban végezzük. Így egy tárgy, hát jó esetben, hogyha az ember tényleg jó ütemben halad, nincsenek nehéz tárgyak, volt olyan is, hogy egy ilyen nap alatt egy olyan 50-60 tárgyat sikerült ezzel a módszerrel digitalizálni, ami elég szép szám ahhoz képest, hogy az eddigekben milyen számokkal beszéltünk a tárgyak esetében. Most az jutott az eszembe, hogy korábban jártunk Szegeden, ahol ugye az osztériumban lévő csontmaradványokat, azon belül is a koponyákat is, nem csak hogy megvizsgálták, hanem szkennelték is, akkor az is hasonló technológiával készült? Igen, konkrétan mi ajánlottuk ezt a kézi szkennert. Amikor itt voltak az osztériumban, és a mintavételezéseket tették, akkor jött szóba az, hogy nekünk van egy ilyen szkennerünk, meg is mutattuk a működését, ajánlottuk a típust, és úgy tudom, hogy pontosan egy ilyen típus szereztek be, ez erre nagyon tökéletes.
0,1 mm század, vagy 0,1 mm-es a pontossága. Tehát, hogy régészeti szempontból több, mint kielégítő, a természettudományos módszerekhez viszont kell ez a fajta pontosság. Aztán a másik tárgy, az szerintem talán sokak számára egyértelmű, egy drón, amit még hoztál magaddal, mert hogy azzal is foglalkozol, hogyha jól tudom. Igen, igen. Szerencsémre a múzeumon belül megismerkedhettem mind a 3D-szkenneléssel, mind a fotogrammetriával. A fotogrammetriát pedig nagy felületek esetében drónnal űzzük és drónnal hajtjuk végre. És azért is hoztam ezt, mert ez nagyon jól mutatja mind a múzeumon belül, mind a múzeumon kívüli munkásságomat. Azt szoktam mondani nagyon viccesen, hogy tulajdonképpen az Ólomkatonától egészen a várig és a több hektáros területig digitalizáltam, szkenneltem már szinte mindent. Nos, hát a kedves kis vasalónk az Ólomkatonánál nyújt segítséget, még a több hektáros területnél pedig a drón az, ami tud segíteni. Ilyen jellegű régészeti feltárásoknál használjuk főként a drónoknak a felmérését, drónokkal való felmérést. Ugye annak idején Csákbrényben jártunk, amikor Szücsi Frigyes mutatta azokat a légi fotókat, amik sok-sok évtizeddel együtt ezelőtt készültek, de gyakorlatilag a természet nagyon jól kirajzolta azokat a sírhelyeket, ahol ugye korábban a legendás László Gyula, de aztán most is ugye az újabb avar sírokat feltárták, hiszen a növényzetből jól látható, igen, volt a forma, akkor ebben például a drón is segíthet? Igen, szintén ebben is nagy segítséget nyújt. Korábban ugye a légirégészet rendes repülőgépek, fényképezőgép kombinációjával alkotta ezeket a kutatásban fontos és hasznos képeket, azonban a drón ezt is meg tudja segíteni és ki tudja váltani. Értelemszerűen nem akkora területen, hiszen itt az akkumulátor az még problémát jelenthet, de egy ilyen jellegű felületen, tehát x hektár, az bőven-bőven működik drónnal is, és nagyon szépen kijönnek ezek a növényjelek, mint itt Csákberényben is. Ugye korábban beszélgettünk arról, hogy például a Csókakői Várnál is, ahogy fejlődik a tudomány, újabb és újabb vizsgálati módszereket, eszközöket lehet bevetni, akkor már ezek is tulajdonképpen ezt képezik, vagy jelképezik. Igen, tehát hogy ezek is nagyban könnyítik a régészeti napi munkavégzést. Tehát gondolok itt arra, hogy van egy nagyméretű zöldmezős régészeti feltárásunk. Korábban az objektumok egyesével történt ezeknek az objektumoknak a felszínrajzolása. Manuálisan, milliméter papírra, kitűzve, vízszint, minden egyéb. Ami jó és persze hasznos, viszont nagy benne a hiba határ. Tehát ott vannak a szél, ahol most valaki nem úgy tűzi ki, egy kicsit elmászik a vízszint, a centi egy kicsit megfújja a szél, tehát hogy nem pontosak ezek. Viszont a drónnal lehetőségünk van ezt kiváltani, és tulajdonképpen centiméter pontosságot elérni a felszínrajzoknál. Ez a pontosság szempontjából nagyon jó, és a gyorsaság szempontjából, mert még egy milliméter rajzot elkészíteni x idő, azban az x időben tulajdonképpen a teljes felületet le tudjuk repülni drónnal, és akkor a teljes felületről meg lesz ez a felszínfotó. Ez ugye most két eszköz volt, amiről beszélgettünk, de hogy látod, hogy mennyit fejlődött a technika, hogy a tudomány szolgálatába tudjon állni? Tehát mondjuk, amikor te még elkezdtél ásatásokat folytatni, akkor mi volt az, ami rendelkezésre állt, és hogy látod, hogy most néhány évtizeddel később mennyi minden újdonság jött be? Tulajdonképpen tényleg nagyon, nagyon nagy az ugrás. Például, ha visszamegyünk a Csugakős példára, ott is a fal szöveteket, ott is fotogrammetriai módszerrel, fényképezéssel állították elő. De ez egy olyan jellegű fényképezés, ami nagyon sok manuális munkavégzést tartalmaz. Ma például drónnal pillanatok alatt előállítható ez a fal szövet, és úgy, hogy centiméter pontos, úgy, hogy bárhol el tudom metszetelni a felszínemet, ott vágom el, ahol csak szeretném. Olyan plusz adatokat tudok szerezni pillanatok alatt, tulajdonképpen bent a számítógép előtt ülve, amiket nem nyújtottak korábban a kézzel készült ásatási rajzok. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk érdemes mindig új mintákat venni akár, és új szempontok szerint megvizsgálni az adott területet? Mindenképpen, hiszen ugye a természettudományos módszereknek is egyre nagyobb szerencsére a térhódítása a régészeten belül, gondolok itt a dendrokronológiára, a C14-es vizsgálatra, ezek mind kiegészítik és növelik a kinyerhető információ mennyiségét egy-egy feltárás, egy-egy objektum, egy-egy régészeti lelet vonatkozásában. Új nézőpontot is adhatnak ezek? Szerintem mindenképpen. Például megint csak egy drónos felmérést tudok példának hozni. A felszínen
sétálgatva, szemlélődve nem mindig látható az, hogy például mondjuk egy árokrendszer, vagy hogy tényleg egy árokrendszerről beszélünk. Látjuk, hogy ez egy árok, igen. De hova megy, merre tart? Azonban madártávlatból ez megnézve nagyon szépen és nagyon jól ki tud rajzolódni. Tehát a déli összekötő út feltárásánál is volt ez, hogy oké, sok árkunk van. Ez belefér, tehát ez régészeti dolog. Mindenféle telkeket, karámokat, állattartóhelyeket elhatároltak. Viszont ezeknek van összefüggése? A felületen egyszerűen, így szemlélődve nem tűnt föl. Azonban a drónos felvételek alapján nagyon szépen kirajzolódott, hogy egy több szintű árokrendszerről van szó. Hogyha már itt a szem mire áll rá című történetnél tartunk, akkor azt hiszem, hogy van egy közös történetünk, amit talán megoszthatok a nézőkkel, amikor én ledöbbentem azt, hogy tényleg egy szakembernek mennyi mindenre tud a tekintete rögtön ráállni, és mondjuk mennyire más a fókuszpontja, mint mondjuk egy laikusnak. Voltunk egyszer egy terepbejáráson, talán valami szántóföldön, és én arra emlékszem, hogy magyaráztad nekem, hogy mit kell figyelni, és mondjuk végig sétáltunk egy ilyen 50-100 métert, te rögtön 10-20-30 tárgyat megtaláltál, míg én néztem, és a törött üvegeket kérdeztem tőled, hogy ez már az, Tamás? Igen, alapvetően nagyon, nagyon érdekes, de igazából tényleg ez minden szakmában szerintem így van. Hogy ez gyakorlaton múlik? Szerintem alapvetően, persze biztos, hogy van valamennyi készség része, lehet, hogy abban is lehet különbség, de szerintem főként az, hogy az ember mennyiszer csinálja. Mind az alapképzéses szakdolgozatom során, mind a gyakorlataim során nagyon sokszor voltam terepbejárásokon, így igazából tényleg így ráugrik az ember szeme arra, hogy mit kell figyelni. Nekem például ezzel kapcsolatban a vicces történetem az, hogy többször használtam fémkeresőt, de érdemi dolgot soha nem találtam vele. Azonban szabad szemmel 4-5 érmét találtam már, és egyszer, mivel tudják, hogy régész vagyok, barátaim elhívtak, hogy hát az apus elhagyta a jegygyűrűjét. Hát jó, persze, vigyük a fémkeresőt, nézzük meg az udvarába. Nem találtam meg. Majd a munkát befejezve elsétáltam azért még egyszer a kertben, csak így szabad szemmel, és ja, itt a gyűrű. Tehát, hogy nem tudom, valamiért a fémkereső engem nem szeret, de úgy tűnik, hogy így szemre viszont nagyon jól megtalálom az ilyen dolgokat. Nem hiányzik a terepi munka? Vegyes, mert alapvetően nagyon szeretem, amit csinálok, mert én például azt nagyon szeretem benne, amit nagyon sok ember nem szeret. Én nagyon szeretem a számokat, a táblázatokat, a rendszert. Ez a részében én nagyon jól el vagyok. A terepi munka abban az esetben viszont mondjuk hiányzik, hogy nem tudom ezeket a drónos térinformatikai módszereket még inkább tökéletesíteni így a feltárások során. A múzeumon kívül szerencsére van lehetőségem, de az természetesen nem ugyanolyan. Úgyhogy erre azt mondanám, hogy igenis, meg nem is, mert megvannak annak is a hátrányai, tényleg koránkelés, az időjárási viszontagságok, tehát ezért lehetne sorolni a hátrányokat is, viszont a pozitívum meg tényleg az, hogy kint van az ember, és új dolgokat fedezhet fel, új módszerek használatával, az meg igazából megfizethetetlen. Ugye a beszélgetésünk elején említetted, hogy nagyon sok minden más dologgal foglalkozol a múzeumon kívül, a civil életben is. Az egyik ilyen például, hogy a Szent István borlovagrendnek a tagja vagy. Ez honnan jött, Tamás? Hát igazándiból a Hunyadi Mátyás Halotti Pajzsa című kiállítás kapcsán keresett meg a borrend, hogy nem tartanék esetleg egy előadást az augusztus 20-án esedékes ünnepi borrendi találkozójukon. Pont ugye nekik is, mivel Mátyás kiállítás azért volt, mert Mátyás emlékév volt, maga a zászlós boruk is ekkor egy Hunyadi Mátyás nevét viselő zászlós bor volt. Elmentem és örömmel vállaltam, egy ilyen rövid, velős, főleg az érdekességekre kihegyezve. És akkor ez megismétlődött a következő évben is egy másik uralkodóval, és akkor felvetették, hogy szívesen csatlakoznék. Én mondtam, hogy persze, szívesen, hiszen van kapcsolódásom a szöllővel, nagypapámnak szöllője volt, nagyon sok időt töltöttünk ott, meg ott a szüretek, meg minden, szóval van egyfajta kapcsolódás, természetesen nem vagyok borász. Ezt akartam kérdezni, hogy borászkodsz is? Szeretnék idővel, de... Most még ismerkedsz. Most még igen, most még ismerkedek ezzel a dologgal, de nagyon tetszik maga ez a világ is. És akkor így egy kompromisszumra jutottunk tulajdonképpen, mert mondtam, hogy sajnos az időm azt nem engedné meg, hogy teljes melszélességgel ott legyek, mint egy rendes tag, és így lettem tiszteletbeli tag. És azóta is, hogyha ilyen jellegű előadások vagy megjelenésekre van szükség, örömmel vállalom és teszek neki eleget. Ha valaki nyomon követi a Szent István Király Múzeumnak a Facebook oldalát, akkor már láthattak tőled verset is.
Igen, a gimnázium óta, sőt, már az általános iskolában is, nagyon szeretem az irodalmat, és ez abban is manifesztálódik, hogy szerettem mindig is szavalni. Voltam versenyeken, és mondjuk versenyt soha nem nyertem, de mindegy is, igazából mindenféle ünnepi rendezvényen, mind a városunkban, az iskoláimban örömmel álltam ki és szavaltam. Ezt valószínűleg az vitte tökélyre a gimnáziumi magyar tanárom, tehát ott tényleg nagyon nagy volt az összhang, és nagyon szerettem a magyar tanáromat, és nagyon sok esetben juttatott lehetőséghez, hogy szavalni tudjak. Ott már többször említettük Mórt. Móron azért aktív civil szerepvállalásod is van egy szervezetben. Erről mit tudhatunk? Igen, korábban a Móri Városvédő Szépítő Egyesület elnöke voltam, de ezt a munkám és az időbeosztásom miatt nem tudtam sajnos folytatni. Viszont miután lemondtam egyből, fölkértek egy másik alapítvány kapcsán, hogy vállalnám-e az elnöki pozíciót, aminek nagyon nagy örömmel tettem eleget, és mondtam igent, ugye magára a lehetőség, akkor én nem volt bizonyos, hogy én leszek ténylegesen az elnök, mert a korábbi években is sokszor segítettem az alapítvány munkáját külső segítőként. Ez az alapítvány Vekerle Sándor tulajdonképpen egészét, életművét, tudományos munkásságát és egyéb munkásságát gondozza. És itt beszélgetésünk végén azt szeretném megkérdezni, hogy mivel szeretnél még foglalkozni a jövőben? Igazándiból, amikor az volt, hogy mi leszek, ha nagy leszek, a régészet volt az egyik irány, a másik meg az építészet. Tehát, hogy építészmérnök. Ez amivel szeretnék még foglalkozni, és ez tényleg olyannyira, hogy nagyon fontolgatom, hogy egy ilyen képzésre jelentkezek, mert ez tulajdonképpen a régészethez is hozzáillik, másfelől pedig a tervezésnek, mint szenvedélyemnek tudnák ezzel hódolni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunk, és egy kicsit megmutattad azt, hogy ki is az a Belegrai Tamás, és köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, természetesen fehérvári beszélgetésekkel jelentkezünk még itt a Fehérvár Televízióban, adásunkat pedig visszanézhetik a Fehérvár TV YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.